Bár a környező országokban kötelező a téli gumi használata, Magyarországon csak ajánlott a hatályos magyar szabályozás szerint. Aki azonban vigyáz a saját maga, utasai és természetesen az autója biztonságára, az magától érthetődőnek veszi, hogy a hideg idő beálltával téli gumira várt. Azért fontos az autók téli felkészítése, ugyanis ilyenkor ebben az időszakban megváltoznak az útviszonyok jelentősen. Fontos a gumiabroncsok állapotát ellenőrizni, hogy nincs-e rajtuk esetleg valamilyen szálszakadás, repedés, olajos szennyeződés, illetve fontos ilyenkor ugye a téli ablakmosó, a hűtőfolyadék, valamint az autók tervszerű megelőző karbantartása is. A szakemberek azt mondják, hogy a plusz 7 Celsius fok az, ami alatt már a téli gumival kell közlekedni. De jó, ha tudjuk, akkor sem lesz semmi baj a téli guminak, ha korábban kerül sor a gumicserére. Hát ez a 4 évszakos gumi téma szerint, véleményem szerint csak olyan dolog, hogy jó is, meg nem is. A téli gumia javasolt. Így van, téli gumia javasolt. Tartsunk az autóba jégkaparót, jégoldót, hogy reggel gyorsabb lehessen az indulásunk. A téli idő beköszöntével fontos, hogy ellenőrizzük le az ablaktörlő lapátok állapotát, mert a kopott, szakadt gumijú lapát nehezíti a tisztánlátásunkat. Ilyenkor jelentősen megnövekszik a forgalom, legfőképpen ugye gumiabroncsok cseréje, fényszórók ellenőrzése, hűtőfolyadékok, ablakmosók, és természetesen mindenkit tudunk fogadni, de jelentősen megnövekszik ebben az időszakban a forgalom. A szakértő azt is tanácsolja, hogy a nagy hideg beköszönte előtt érdemes elvinni autónkat egy téli felkészítésre. Ha azonban ezt mégse tennénk meg, cseréljük le a nyári ablakmosó folyadékot a télire, ami ellenáll a fagynak, így elkerülhetjük a nem várt meglepetéseket is. A korai sötétedés miatt többet használjuk a világítást is, fontos, hogy az összes lámpa jól működjön, valamint a fényszórók megfelelően legyenek beállítva. Bizonyos időközönként érdemes ugye ezt felülvizsgálni, erre vannak gyári műszereink, és legalább egy évben egyszer, főleg a téli időszak előtt, ugyanis ilyenkor a hidegben az indító áram is sokkal nagyobb kell, hogy legyen, és érdemes ilyenkor mindig átnézetni ezeket a dolgokat. Az akkumulátort, az olajat és az olajszintet, valamint a fékeket is érdemes átnézetni. Fontos a motor hűtőfolyadékának a fagytörő képességét is megvizsgáltatnunk, mert ha a hűtőfolyadék megfagy, komoly motorkárosodást is okozhat.